Köszöntöm a Szentendre ma nézőit, jöjjenek elsőként híreink röviden. Krumpli ebéd. Egy főétkezés árával támogathatták a rászorulókat a résztvevők. Adventi lakástárlat és vásár. Műalkotásokkal díszítették fel a vendégházat. Karácsonyi ünnepség. Oklevelekkel köszöntötték a város sportolóit. Idén sem maradt el a már hagyományos adventi krumpli ebéd Szentendrén, mely ezúttal december 15-én várta az adakozókat. Az összegyűlt adományokból a szervezők a város rászorulóit segítik. A rendezvényen a szervezők mindenkit megvendégeltek egy adag héjában főtt krumplival, amelyhez vajat, teát és ásványvizet is biztosítottak. Mindezért cserében azt kérték, hogy a résztvevők aznapra szánt vasárnapi ebédhez szükséges pénzt dobják be a krumpli ebéd helyszínén kihelyezett gyűjtőbe. 7 évvel ezelőtt kezdtük szervezni. A mostani szociális államtitkár Soltész Miklós még budajenői polgármester korában kezdték ezt a krumpli ebédet megszervezni, és az ő ötlete volt, tőle vettük át. De mondom, most már körülbelül a 7. Nem számoltam pontosan. Arról szól, hogy meghívunk mindenkit egy főtt krumplira, adunk hozzá vajat, teját, sót, és egyebet hozhat magának bárki, kolbász, szalonát, amit szeretne, és azt kérjük tőlük, hogy ezen a napon ebédre szánt pénzt azt itt hagyják itt nálunk, és a Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitásszal közösen juttatjuk el a szegényeknek ezt az ebből vásárolt segélycsomagokat. Évről évre stabil az adakozás, egy olyan 100-150 ember szokott részt venni ezen az ebéden, és minden évben olyan 200-200 ezer fölötti összeget szoktunk elosztani a két szeretetszolgálatnak. A befolyt összegből tűzifát kapnak a rászorulók. Nagy sikerrel rendezték meg a hétvégén az adventi lakástárlatot a főtéri vendégházban. A megvásárolható alkotásokat kortárs művészek készítették. Művészetet a karácsonyfa alá címmel nyílt meg péntek este az adventi lakástárlat. Szentendrei klasszikusok, befutott kortársak, pályakezdő fiatalok alkotásai kerültek a barokk kereskedőház szalonjának, ebédlőjének, hálószobáinak falaira. Nagyon örülünk, hogy itt a hideg idő ellenére is eljöttetek, mert reméljük, hogy tetszeni fog, amit láttok az épületben. Igyekeztünk megint nagyon szép művészi köntösbe öltöztetni máron 3. alkalommal itt a Szentendrén a városi vendégházat. Amikor a szentendrei lakástárlat közel 2 évvel ezelőtt megkezdte működését, akkor fontos céljának tűzte ki, hogy népszerűsíti a Szentendrén folyó képzőművészeti munkát, és ezáltal támogatja az itt élő művészeket. Itt a festők városában jelenleg egyedüli szervezetként képviseljük a szentendrei képzőművészetet, és bízunk benne, hogy egyre több művészetpártolót állítunk majd magunk mellé. Fontosnak tartjuk, hogy a szentendrei képzőművészek a magasabb vizuális kultúrái országokban élő kollégáikhoz hasonlóan az alkotási folyamattal foglalkozzanak műtárgyaik cipelése és bemutatkozási lehetőségeik szervezése helyett. Ilyen bemutatkozás ez a mostani adventi tárlat is, ami hát már hagyományosnak mondható, hiszen 2 éves fennállásunk alatt így már másodízben rendezzük meg. És jelenleg attól a közel 40 szentendrei képzőművésztől mutatunk be több mint 200 eredeti műalkotást, akik az eddigi szentendrei lakástárlat eddigi zárt körű lakástárlataim már bemutatkoztak, így a kör az egyre bővül, és reméljük, hogy hamarosan az összes szentendrei művészt majd itt a köreinkben üdvözölhetjük. A lakástárlat kiállítás dr. Dicz Ferenc polgármester nyitotta meg. Nagy szeretettel köszöntök és mindenkit a vendégházban az immáron 3. alkalommal megrendezedő lakástárlat kiállításon. A tavalyi advent volt az első, ami rendkívül nagy sikeres volt, aztán az éjjel-nappal, ahol a nagy forróság ellenére is sokan voltunk, most a nagy hideg ellenére is, hála Istennek, megint sokan vagyunk. Mikor a lakástárlat újra vállalta, hogy ünnepi díszbe öltözteti ezt az egész gyönyörű épületet, hogy évközben protokollszállásért szolgál, hiszen a ide látogató kormány, államfők, más vezetők, testvérvárosi küldöttségeknek a lakhelyéül szokott szolgálni az épület. Nekem igazán 2 dolog fogott meg a mostani anyagban. A bejövő gondon sokan nézték a bejárat fölött szereplő feliratot. Az egyik, hogy Szentendrét mindenkinek, ahogy előbb elhangzott. Ez már úgy gondolom jó, hogy jelent, és
minden itt lévő lokálpatriótának megdobogtatja a szívét, hogyha a városunkról tudunk üzenetet küldeni, bárki felé városunk művészetét tudjuk bemutatni, mint szűkebb, mint tágabb környezetünknek. A másik pedig, hogy művészetet a karácsony falá. Hiszen tényleg azt érzékeljük és azt látjuk, hogy sajnos módon a karácsony sok helyen kiüresedett. Nincs már igazi tartalma, csak rohangálás van, vásárlás van. És igazán nagyon fontos, hogy újra valódi tartalommal tudjuk megtölteni a karácsony, egyrészt egy lelki tartalommal, hogy tényleg tudjuk, hogy mi a célja, mi az üzenete, ténylegesen mi az, hogy miért fontos az emberiségnél, miért kell odafigyelni erre a napra, ténylegesen ki jött el, ki az, aki értünk jött el, és ennek fontos, hogy a szeretettel, az odafigyeléssel is minden inkább megtöltsük. Mint a városunkban egy szerencsés helyzetben vagyunk, úgy gondolom, hiszen hogyha körülnézünk a különböző rendezvényeken, akár az adventi gyertyagyújtáson, ahol szinte a félváros mindig ott van, akár a különböző jótékonysági rendezvényeken, amelynek szinte azt mondhatnám, hogy se szeli, se száma, hiszen hónap reggel lesz már a moccan nyertünk, egy jótékonyság karitászfutás, aztán vasárnap lesz krumpli ebéd, szintén jó tág, és a jótékonyság jövő héten adja van, és még sorolhatnám, hogy hány szánt olyan rendezvény van, hogy a városlakók nem csak azt mondják, hogy szóban szép szavakat kifejezni, hanem tényleg a másik felé törődéssel, szeretettel odafordulni. A másik nagyon fontos, hogy ilyenkor az ember kicsit fel is tudjon töltődni tartalommal, és mivel, ha nem igazán a művészettel. Ezért biztatok mindenkit arra, hogy itt, ha ténylegesen már ajándékvásárlásról beszélünk, ajándékrakon, olyan ajándékot érdemes venni, hogy az ember föltölti a lelkét, ami elősegíti végül is a karácsonyra való fölkészülést is egyben, és mit, ha nem művészetet. Valaki végigmegy és megnézi, hogy hány csodás szobor van egy szentelő alkotóktól, Farkas Zsófiától, Csíkszentmihálytól, és még sorolhatnám, vagy hány képzőnész van itt Elzámboltól kezdve, Kapóig, rengetegig, az mind-mind úgy gondolom, hogy rendkívül sok érdekes, és ebből látszik, hogy milyen sok oldalon, milyen sok arc megy gyönyörű a művészet. Ez lett, úgy gondolom, ténylegesen igazi ajándék és igazi meglepetés a karácsonyfa alatt. A szentendrei képzőművészek az adventben a főművek mellett kisebb, kedvezőbb áru alkotásokkal is támogatják a karácsonyi ajándékválasztást, hogy a művészetkedvelők, művészetpártolók a karácsonyfa alá is szentendrei művészek alkotásait tehessék. A város sportolóit és sportegyesületeit köszöntötték tegnap a Vizes 8-as konferencia termében. Számos oklevelet osztottak ki, és köszönték meg a sportolóknak, hogy eredményeikkel öregbítik Szentendre hírnevét. Közel 70 sportegyesület működik a városban. A sportkarácsonyra mindenki meghívást kapott. Itt oklevéllel ismerték el azokat, akik 2013-ban kiemelkedő eredményt értek el országos vagy világviszonylatban. Ugye azt már eddig is akkurat volt, hogy akik nemzetközi versenyeket nyertek, vagy nagy országos versenyt, azt úgy szűk körben köszöntöttem a polgármesteri hivatalba, ment az irodámban. Aztán jött az ötlet, hogy ilyenkor az év végével, mikor mindenki végig gondolja, hogy mik voltak az eredmények, a sikerek, érdemes talán egyszerre köszönteni őket, és hát valóban mi is meglepődtünk, mindenkitől azt kértük, hogy írja fel a legfontosabb eredményeket, nem azt mondtuk, hogy csak egyet, hanem a legfontosabbakat, és látszott az előbbi felsorolásból, hogy volt, aki 5-10 dolgot is felsorolt, országos második, harmadik helyezések, és a legkülönböző sportágban, tehát a küzdősporttól kezdve, a vadorúig, a cselgáncsig, itt volt a kézlabdások, a futballisták, a baseballosok. Azt kell, hogy elképesztő színes a paletta. Mi is meglepődtünk, amikor láttuk, hogy mennyi siker van itt a városunkban. Számos úszó, teniszező is vehetett át elismerést. A női és férfi kézilabdázók munkáját két héttel ezelőtt a megyei sportkarácsonyon is díjazták. A lehetőségeink képest nagyon is sikeres volt. Ugye második helyet szereztük meg az NB1B nyugati csoportjának bajnokságában, a junior korosztályban. Ennél többet azt hiszem, hogy ebben az évben nem tudtunk volna kihozni a lehetőségeinkből. Hát figyelnek ránk, úgy látszik, hogy egy kicsit jobban figyelnek a sportra. Nem voltak ebbe tapasztalataim, ugye, mert most vagyunk először ilyen helyzetben, hogy valamilyen eredményt elértünk. Meg is lepett, hogy például ugye a Pest megyében foglalkoztak ezzel ilyen szinten. Örültünk, és megtiszteltetésnek érezni. A Thai box terén is szép szentendrei sikerek születtek idén, több nemzetközi versennyel megspékelve. Csináltunk egy nagyon komoly rendezvényt, a Tájföldi Királyság küldöttségét fogadtuk itt, akik egy nagyon színvonalas bemutató mérkőzést tartottak, hoztak egy igazi tájföldi versenyzőt hozzánk, tájföldi edzőket,
olyan kategóriái tájföldi versenyzőket, akik edzőként is funkcionálnak, jöttek vagy tizen, és egy kétnapos szemináriumot tartottak nálunk Szentendrén, illetve a múlt héten volt a Muay Thai Mania negyedik felvonása, ahol büszkén jelenthetem be, hogy Európa bajnoki címmérkőzést tudtunk vívni. A regim egyik versenyzője, Birics Tamás nyert egy elég komoly küzdelemben, 4 menetben kiütéssel, úgyhogy most már van magyar bajnok is itt a szentendrei falak közt, és ettől eltekintve, vagy Európa bajnok, és ettől eltekintve magyar bajnokaink is vannak már junior kategóriában, Kisfalvi Milán, hölgyek között János Zsófi lett magyar bajnok, aki egy másik szervezetnél, egy másik szabályrendszerben is bajnok lett, illetve van egy ezüstérmesünk Albrecht Péter személyében, úgyhogy ez az év meglehetősen jó volt számunkra. Tűnik, hogy sikerült megtalálnom azokat a sportvezetőket, akikkel karöltve visszaállíthatjuk a Szentendre Városi Sportegyesület régi fényét. Ha minden igaz, és még ezt nem akarom lekopogni, akkor január-februárban létrejön egy ilyen fúzió, kibővítjük az egyesületet, három szakosztályos lesz, a küzdősport marad, és emellett lesz egy futball szakosztályunk és egy vízisport szakosztály is. Én már megerősödve a Szentendre Városi Sportegyesület kötelékeim belül hivatalosan is működni fog. Szerintem ez lesz Szentendre városának legnagyobb egyesülete a régmúlt időket tekintve. Szerintem egy olyan 500-700 gyerek fog majd a kötelékeinken belül sportolni. Az egyik partner az a Dunakanyar Sportegyesület, akiknek köszönhetően felújították és rendbe tették a Kőzúzó utcai sportpályát idén. Nagyon hosszú menetelésnek a végére érkeztünk, ami egyrésztről szakmailag mindenképpen dicséretes, hiszen a 15 és a 17 éves csapatunk kiválóan teljesített a 2012-es bajnokságban, és hát ők ezüst és bronzérmet szereztek az országos bajnokságokban, illetve hát másrésztről ugye a pályafejlesztéseink is befejeződtek most már, örömmel tudom tájékoztatni Szentendrét, hogy a labdarúgó pályánk az teljes mértékben elkészült, és a kiszolgáló épület is minden tekintetben most már felépült, és ami idáig nem létezett, az most hihetetlen, hogy fűtött helyiségek vannak bent, és az öltözőnk az a 21. századi megfelelő kihívásoknak is tényleg célt tud adni és szolgálni tudja ezt a rendszert, amiben kell, hogy a gyerekek dolgozhassanak. Olyan terveket fogalmazunk meg, amelyek a többi szentendrei egyesülettel is karöltve történnének, így a Skorobár Robiékkal beszélgettünk, és előre haladott egyeztetések folynak abban, hogy esetleg egy kis sportcsarnokot tudnánk oda építeni a Kőzúzó utcai sporttelepre, és hát ezzel is akkor színesítenénk a szentendrei lehetőségeket, kereteket. Ennek még természetesen nagyon hosszú folyamaton keresztül mennek a verziónak, hogy ez megvalósuljon, de az alapok úgy néz ki, hogy le vannak téve, és elindulhat egy ilyen fejlesztés is ezen a téren. A sportolók most karácsonykor pihennek kicsit, de a munka januárban újraindul mindenki számára. A Szentendre ma adását látták, Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!